van még egy darab kerekasztal beszélgetés hátra a mai konferenciából, ami kétségkívül nagyon fontos és nagyon érdekes lesz, hiszen nem másról, mint a pedagógus képzésről beszélünk a minőségi testnevelésben. Tehát az, hogy a pedagógusok milyen képzések folytán, kapcsán, végén érnek majd oda, hogy a gyermekekkel fognak foglalkozni, illetve a diákokkal. Én elsőként szeretném szólítani a színpadra Mocsai Lajost, Semmelweis Egyetem docensét, mint a következő kerekasztal beszélgetésnek az egyik vendégét. Ha jól látom, akkor professzor dr. Udo Hanke, a berlini Humboldt Egyetem Sporttudományi Intézet vezető professzora már megérkezett. Hello and welcome. Szintén itt van velünk professzor dr. Mark Klöss, a Liège-i Egyetem Sporttudományi és Rehabilitációs Intézetének a részéről. Bienvenue. Köszöntöm dr. Rétsági Erzsébetet a színpadon, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzserét. És szeretettel várom dr. Dana Masarikovát, a Nemzetközi Testnevelési Szövetség szlovák delegátusát. Végül, de nem utolsó sorban szólítom dr. Révész László tanár urat, ő lesz a moderátor a kerekasztal beszélgetésben, a Magyar Diáksport Szövetség iskolai és testnevelő osztályának a szakértője. Hát sok szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a mai utolsó programnapon, ugye a minőségi testnevelő tanárképzés, illetve a pedagógus képzésről fogunk egy picit beszélni. Hát gondolkoztam azon, hogy mivel fogom tudni feldobni egy bevezetőként a utolsó programpontot. Hát egyrészt maga a téma rendkívül érdekes, talán mondhatjuk azt, hogy nagyon sok fontos és hasznos információ hangzott el a mai napon, és ebben a szekcióban, ebben a panelbeszélgetésben fog kiteljesedni, illetve hát ugye ez az utolsó programpont, tehát hogyha igyekszünk és hatékonyan tudunk lenni, akkor ezután már nincsen kötelező program. Nagy szeretettel köszöntöm a kerekasztal megbeszélés résztvevőit, a témáknak a szakértőit. Nagyon érdekes, hogy a korábbi előadásokban és a panelbeszélgetésekben is nagyon sokszor elhangzott maga az a fogalom, hogy minőség, minőségi testnevelés, beszéltünk ennek a definíciójáról, ennek az összetevőiről, beszéltünk a mozgásműveltség, széleskörű mozgásműveltség, ugye ez a physical literacy-ről, beszéltünk a kurikulumról, és hát ugye az előadásokban azért az is elhangzott, hogy mindaz, amit minőségi testnevelés alatt értünk, és próbálunk a gyakorlatban megvalósítani a testnevelés órán, az nem nélkülözi a minőségi pedagógus képzést, illetve a tanárképzést. Én arra szeretném kérni önöket, hogy röviden néhány gondolatban vezessék be az elképzeléseiket, tapasztalataikat a tanárképzés, pedagógus képzéssel kapcsolatban, ami az iskolai testnevelést érinti. Nem tudom, hogy mi legyen a sorrend, de arra Masarikovát szeretném akkor fölkérni elsőként, hogy néhány gondolatban mondja a véleményét. Okay, thank you very much. So, I believe that all the topics which we've heard already today are really, really important, and all the research work and also all the other stuff which we needed to listen to. But still, I think the preparation and the training of the teachers is very important if we want to implement all the changes also in the practice. So, me as a university teacher at the Faculty of Education, University in Trnava, in Slovakia, I believe I've got some kind of experience I can share here. And also as a kind of research worker at the National Institute for Education in Slovakia, I believe that I can share some kind of experience also of the curriculum development and then sharing the curriculum development also in the practice. So when I start with the education quality of PE teachers in Slovakia, I need to say that there is a huge gap between the training of primary and secondary PE teachers. So we still are not really sure about the system or how to prepare it for the good quality of physical education, especially when we know that the primary children or the children in the primary age are really the focus group or the group which we should really focus on if we want to improve the physical education. So I just don't want to speak for too long, but there will be certainly more to say that
our primary education teachers or the physical education teachers are prepared at the faculties of education, and the secondary teachers are prepared at the faculty of education or the faculties of physical education and sports. And the question is, what is the program or what does the program look like? How we make the study programs to prepare the students? There is not really a comprehensive understanding of all the faculties of all the universities how to prepare them. As you might have seen on the in one of the presentations today, that in the Eurydice report, we were presented as one of the countries that has really qualified teachers in primary physical education as well as in the secondary physical education. But the question is, what is the quality of university education and how are the students and the future teachers prepared? So this I can explain later, so I can just leave my word further. Okay, thank you very much. Yes. Maybe the first thing should be to define the physical education, teacher education. And I would like to recall that the first step is the socialization. The second is the pre-service preparation. After this, it's the induction, when they are graduate and then when the teacher are coming into the school, and then the in-service. Then there is four steps. Then physical education, teacher education is a long process. And then we need to be effective at each level, at each step. Usually we speak about quality physical education during the pre-service training at the university, for example. And then I need to speak about quality physical education, teacher education. And then it could be simple. We need to prepare teachers who are able to teach quality physical education. Then if we define quality physical education, then we know how to prepare it. That is important. Now there is many things to do during the in-service, during the selection maybe. And why? Because at the moment I believe that most of our students are coming from the sport field. Why are they studying physical education or sports studies? Because they are former athletes, they love sport, and they choose the only studies program that allows them to do sport or to continue sport or to share their passion. Then the first thing that we need to do maybe is to change their representation in order to make them aware about what they will have to do when they will be at school, because physical education is not sport. Then after this, we have to make them reflective practitioner, because teaching physical education today is not teaching physical education for tomorrow, and they need to be ready to adapt themselves to each situation and to the evolution of the society. Nothing to add. No. I'm looking back, just counted on, I think, 78 semesters of PE teacher education. I'm in my 78th semester now that I've been involved in finding a solution to this question. And I can add, you, the phases that you mentioned, we are all responsible for all four or five phases. And my colleague that was sitting here, he mentioned that he observed a selection process for team sports in school, if you remember. And this is one question that I always ask my first semester students. I asked them, when you were building teams in school, who of you was the one that was allowed to choose the team members? So all hands go up.
And that's the same thing that you're saying. They come from sport, they are dedicated athletes, they enjoy doing sports, and this is why they want to become a PE teacher. But then the important question, because you mentioned reflection, the important, more important question is, my second question, I ask them, who of you has looked into the faces of the last two? And hardly anybody raises his hand. And this is something that we have to change in their way of thinking, that they have to become aware that they have never in their 13 years of school probably experienced what it is like to be a bad student in PE classes, and that they are able to change the perspective and to feel empathy and to choose ways of building teams that are not isolating students that are not as good in sport and probably will never be as they themselves have been without any problems. So this is reflective ability that you mentioned, I think is very important. And having been involved in sport, not only, I just calculated, like students that want to become teachers or that enter university to become a teacher, they have experienced about 1,000 hours of PE classes. So if we ask them in the first semester, and I know many students who are in the first semester or right after school who are teaching physical education as a subsidy or if a teacher is ill, then they hire teachers from outside who are not really trained teachers. And of course they can go in and they teach. And they can teach because they have experience of 1,000 PE teacher lessons. But they teach in a way that they think it's okay without any professional training from what we believe a good PE teacher should know. And this means, of course, that we have to tell them that they have to learn to reflect on their philosophies, what good teaching is about, what PE is about, and of course on changing perspectives and viewing physical education also from a different perspective, especially from a perspective of a student who is not as good as they have been during their school years. Thank you very much. Rétsági tanárnő akkor. Szól. Én azt gondoltam, hogy a TFI az elsőbség. Köszönöm szépen. Én azzal kezdem, hogy testnevelő tanár vagyok, és évtizedeket töltöttem el a testnevelő tanárképzésben. Én jónak tartom a magyar testnevelő tanárképzést. Annak ellenére, hogy azt őszintén szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az iskolai testnevelés gyakorlata rendkívül szivárvány színűen valósul meg Magyarországon. Tehát vannak kiváló testnevelő tanárok, szeretetteljesen végzik, igényesen, és vannak sajnálatos módon, akik mondjuk, ezt úgy fogalmazhatnék, hogy ismerjük őket és megtűrjük őket. De ez a két szélsőség, és körülötte van rengeteg szín. Na most ez így nagyon rosszul hangzik, de hozzá kell tennünk, hogy mindez olyan körülmények között valósul meg Magyarországon, ami mostohának tekinthet a testnevelés tekintetében. Tehát borzasztó különbségek vannak iskolák között, feltételek között, létesítmények között, és hát azért ez erőteljesen befolyásolja egy oktatásnak a hatékonyságát, még azt a nagy tüzet is kioltja az emberbe, amivel odaáll kezdő tanárként. Tehát vissza a tanárképzésre, úgy gondolom, hogy a magyar testnevelő tanárképzésnek a minőség biztosításán a Magyar Akkreditációs Bizottság őrködik. Nálunk ugyanis akkreditáltatni kell a képzési kimeneti követelményeket, tehát hogy milyen tudással jussanak ki, milyen kompetenciákkal kerüljenek ki a tanárok a képzésből. Tehát van egy ilyenfajta egységes képzés és kimeneti követelményrendszer, ami szerintem záloga valahol a minőségnek. Az, hogy ez hogy
történik meg a gyakorlatban, természetesen számtalan befolyásoló tényező alakítja. De van egyfajta ilyen minőségbiztosítás. Természetesen annak ellenére, hogy azt mondja, én meggyőződésem jó a testnevelő tanárképzés, a minőségi testnevelés szempontjából és a legújabb tantervi követelmények és a kerettanterv megvalósítása szempontjából teljesen új kihívásokkal szembenéz a testnevelő tanárképzés. Tehát a jó testnevelő tanárképzést is még lehet jobbá, sőt, azt hiszem, hogy kötelező jobbá tennünk. És nyilván erről tudnék egy csomó dolgot mondani, csak egy-két pontra szeretnék reflektálni. A Tamás kutatásából kiderült, hogy mik azok a neuralgikus pontok, amelyek befolyásolják a minőségi testnevelésnek a megvalósítását. Én ezekre nem térek ki, egyetlen egy dologot szeretnék ebből kiemelni, vagy kettőt. Az egyik a kommunikációs probléma. A testnevelő tanároknak a kommunikációs problémája, és akkor rögtön abba az általam nagyon fontos kérdéshez jutnék ki, hogy rendkívül fontos lenne a tanároknak az érték tudatosságát kialakítani. Tehát ez egy alapvető dolog, filozófiai fundamentum. Mire szolgál a testnevelés? Mi a küldetése? Mik azok az értékek, amit a testnevelés semmi mással nem portolható értékei, amit a testnevelésen keresztül a gyerekek agyába, szívébe, izomzatába, életmódjába be tudunk építeni? Én szerintem ezzel kell kezdeni, és ennek a gondolatnak végig kell menni az egész tanárképzésen, és ezt a gondolatot nyilván nem csak egy tantárgynak kell képviselnie, hanem minden szakterületnek hozzá kell adni a maga hozzáadott értékét. Na most, hogyha ebbe a szemléletformálásba részesül a testnevelő tanár, akkor én egy pillanatig nem zárnám ki a jó sportolókat a testnevelő tanárképzésből, mert a magyar testnevelés arról is híres, hogy igen igényes a sportági képzés területén, tehát a mozgáskultúra, a sportkultúra területén, de be kell látnia a sportolónak, hogy más versenysport attitűd, más egy edzői szemlélet, és más egy testnevelő tanárnak a szemlélete. És ezt belépéstől kezdve kell, hogy formáljuk. Most a másik dolog, amit nagyon fontos ezzel kapcsolatban megjegyeznem, hogy belépett Magyarországon a kompetencia alapú képzés, tanárképzés. Ennek a pudingnak a próbája megvolt az előző lineáris képzésben, de ezt javított formában elő lehet adni az osztatlan tanárképzésben, és ezek a kompetenciák, ezt mind ezeket a tudáselemeket tartalmazzák, hogy tanárként hogyan kell viselkedni, tanárként hogyan kell viszonyulnunk a tantárgyankhoz, hogyan kell viszonyulnunk a gyerekekhez, a közösségekhez, a műveltségi területhez. Átadom a szót a TF-nek. Nagyon kedves. Nagy szeretettel köszönöm a Magyar Diák Sportszövetségnek a meghívást. Testnevelési egyetemen dolgozom 94 óta, 10 évet dolgoztam Németországban, 4 olimpián és 19 világversenyen vettem részt kézilabda sportágban. Tehát én egy kicsit a másik oldalról szeretnék néhány gondolatot mondani. Az első dolog, ami nagyon lényeges, hogy annak idején, amikor egy kínai ötlet, illetve közmondás alapján az jut eszembe, hogy az ember hall 30-40%-os ismeretet sajátít el, vizuálisan hozzá 70-et, és amit gyakorlatban meg tud valósulni, az a mélység közel a 100%. Tehát a pszichomotoros kultúrában én úgy közelítem meg a tanárképzésünket, hogy hasonló szigorral és hasonló kompetenciákkal, mint az orvosképzést. Egyikünk sem szívesen fekszik egy olyan orvos keze alá, aki csak látott operációt, és majd rajtam fogja elkezdeni. Tehát a gyerek az nem játék. A testnevelési és a pszichomotoros kultúra képzés az nagyon komoly minőséget föltételez, és nagyon komoly igényszintet. A Magyar Testnevelési Egyetem alapkoncepciója mindig is az volt, amely során a világ sportfelületei teli vannak világhírű magyar edzőkkel és magyar testnevelő tanárokkal. Ezt szeretnénk folytatni. Mi kell hozzá? A rövid bemutatkozás, aztán továbbadom. Szerintem rendkívül fontos, hogy elkerüljük azt a szindrómát, én 10 évig Németországban, Ostwestfáliában dolgoztam, és egy érdeklődés középpontú testnevelés uralkodott, hiszen 4 gyerekem tanult ezekben az iskolákban. Kiderült, hogy a testnevelő tanár nem birtokolta az adott területet, 4-en pingpongoztak, 5-en kosaroztak, 6-an futballoztak, 7-en kint az udvaron játszottak, teljes káosz lett belőle,
és a megfelelő taxatív hiányos mérések, vagy mérések hiányába egyszerűen rendkívül sok olyan gyerek alakult ki, aki a pszichomotoros kultúrában, fizikai paraméterekben rendkívül visszaesett. Nem véletlen, hogy a mai német kormány kifejezetten matematika, fizik, hémi und körperkultúr, testnevelés, sport. Ez a négy kiemelt területet támogatja, hiszen óriási hibát követtek el abban a 10 év általános liberalizálásban, ami ott folyt. A magam részéről úgy gondolkodom, hogy ha az egyetem vezetője lennék, akkor a bemenetet alapvetően meg kell változtatni. Az a lehetőség, amely a sportban megnyilvánul, hogy kiválasztás és kiválasztódás, az a tanáremberekkel is meg kell, hogy nyilvánuljon, hiszen azt, hogy egyszerű alkalommal egy fölvételén kiválasztjuk az embereket, ez nagyon kevés. A sportban eltöltött idő, ebben a speciális kultúrkörben való jelenlét és az ottani minőség, amikor pedagógikummal, pszichológiával, a sport előtaggal jelentkező, a sport szociológia, a sport pszichológia, a sport tudomány, a sport élettan. Tehát olyan jellegű kiválasztódáson kerül szemben a tanárjelölt, amiben már ő hosszú évekig tudatosan kell készülni ebbe. Én nem hiszek az adhok olyan jellegű tanárkiválasztás, kiválasztódásba, amely egy rövid időre koncentrálódik, hiszen a gyerek korcsoportos képzése, a van érték, az ma már nem az általános iskolába kezdődik el, hanem 3-4 éves kortól elindul a koordinációs és egyéb fázisok fölépítése. Tehát az első dolog a bemenet megválasztása, ahol nagyon-nagyon komoly kritériumoknak kell eleget tenni. Hiszen azokat az embereket, akik képtelenek arra, hogy a mozgásműveltség, a mozgáskultúra, az életmód, életminőség, az egészséges mozgásban megnyilvánuló a dietetikával és egyéb területekkel kibővülő rendszert nem ismeri már olyan szinten, hogy egyáltalán a tanárképzésbe bemehet, ahol azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a többi tudományágak nem igazán foglalkoznak, nem engedik be arra a kultúrterületre. A miénk ráadásul nagyon specifikus, mert egy ugye a pszichomotoros kultúra köré építhető, például Magyarországon. Mielőtt a bemutatkozást befejezném, a másik dolog, és aztán továbbadom a szót. Én úgy gondolom, hogy kiművelt emberfő alapvető követelmény, hiszen az agy úgy működik, hogy minél szélesebb az ismeretanyag, onnan hívja be a kreatív megoldásokat, a döntéseket. Második a vezetőképességnek a képzése, a finom és a durva. Itt elhangzott egy előadótól az előző beszélgetésen, nagyon nagy örömmel hallottam az intuitív intelligenciát. Ma már ahhoz, hogy egy pedagógus, egy tanárember, hogy előre tud gondolkodni a jövőbe, óriási szerepe van, amellett, hogy tudnia kell az adott vezetéselméleti dolgokat. A módszertan hihetetlen jelentősége van, hogy milyen minőségű módszertannal készítjük fel a tanárainkat. Utána rendkívül fontos és kiemelkedő a kommunikáció színvonala. Ma a tanárember a minőséget elsősorban a példamutatással, fölkészültségével, a kompetenciával és a kommunikációval tudja fenntartani. És befejezésül az egyetemünknek a legfontosabb feladata a hitelesség. Olyan tanárembereket kell képezni a társadalom, akik minden területen, erkölcsileg, egyéb területen, szakma területén, és ahogy elmondtam, abban a három zónában is ebben befejezem, az individuális képességek, a disziplina, a fegyelem és a hozzárendelt kreativitás területén is megfelelő színvonalon vannak. Nagyon. Yes? Yes. I don't know if I understood everything, but to my opinion, to become an excellent physical education teacher, it's not necessary to have top-level skills, sport skills. You need to have a level that allows you to be a good model, but you are not teaching to Olympic athletes. You are teaching to kids, to children, to adolescents who are discovering physical activity, who needs to share activities.
Of course, if you have in one sport top level, it could be motivating for some students, for some kids, because you'll be a model, you'll be a model. But for all of those students who are not so good, you could be maybe some obstacle. And I believe that the first thing that the teachers need is communicating their passion for physical activity. And well, it's important that to know that at the moment, even if you are not excellent in all sports, you can use the new technologies in order to go to YouTube to make videos and to show, because I'm agreeing with you, to see something and to see a good model is motivating and give direction to learn. But today, with the new technology, it's possible to have other examples. Okay. I agree. In Germany, we have one problem at the moment in some universities, in some states, where students who want to become PE teachers can select from the games and not study one sport game, while at the same time the school curriculum demands that they learn football, handball, basketball, and volleyball. So imagine after their examination, they go to school and they have to teach there, and the school will say, can you start teaching volleyball? And the student will say, I'm sorry, I did not take volleyball. So this is, three states in Germany are doing this, not all states, and they're criticized about this, that it's not should not be possible that you don't have at least elementary knowledge in all the subjects and all the sports that later on they have to teach in school. I would like to comment, however, on your entrance examination regulations that you mentioned, which are very important. Not all universities in Germany, Sporthochschule Köln, of course, has it, have entrance examinations. And of course, these entrance examinations are not really examinations that want to find out whether or not they will be a good teacher, but whether they will be able to take part in the courses that are being taught, so that they have at least basic knowledge in those basic practical courses. May I give one example that I know one university, and this is in Finland, Jyväskylä. It's the only university in Jyväskylä that are training physical education teachers for secondary schools. And for 30 years, they have had entrance examinations, and they have every year they have 1,000 applications who want to become a PE teacher. And out of these 1,000 applications, they invite 500 to participate in an examination that takes 3 days. And it has a practical test, it has a theoretical test, about three books that they have to read, and they have to answer questions about this theoretical knowledge, and they have to do micro-teaching. They have to show how they, with short preparation, can stand in front of a group of other students and teach. And I've asked them, I've been there several times, it's one of our cooperative universities, and I've asked them whether they have made research on the correlation between the results in the entrance examination and their final grade after 5 years of university training. And if you don't tell anybody from Finland, they told me I should not tell anybody, but I think it's important to know. The only correlation they found out of this highly selective group of 70 students, out of the 500, they take 70 every year, only 70. The only correlation they found was between their final examination grade in school in the Finnish language. So their competence in their native language
it was created the only correlation between their final examination grade and their result in the entrance examination. We have to be aware it's a highly selective group of 70 very good students. But among these 70, it's those that are good in Finnish that are able to be good in examinations and literature and whatnot. Köszönöm szépen. Itt most megragadnám az alkalmat, hogy esetleg a hallgatóságot megkérdezem, hogy szeretnének-e valamit mondani, mert akkor mennénk tovább. Nagyon érdekes ez a rétsági tanárnak. Igen. Kiegészítésként annyit, hogy a tanárképzésben, a testnő tanárképzésben elég korán kapcsolatba kerülnek a leendő testnő tanárok a gyerekekkel. Tehát egy olyan kurikulum kell, hogy megvalósuljon, hogy gyakorlatilag a második fél évtől kezdve minden fél évben kapcsolatba kerülnek, pedig még nem tanítanak, hospitálnak, megfigyelnek, esettanulmányokat végeznek, és utána pedig majd következik a csoportos tanítási gyakorlat, majd az egyéves összefüggő tanítási gyakorlat. Tehát igen komoly tréninget kapnak tulajdonképpen a gyerekekkel való találkozásra. És mindezeket a gyakorlatokat kísérő szemináriumok egészítik ki, ahol tudatosítják, reflexiók, önreflexiók hangoznak el, meghatározott kompetenciákkal kapcsolatban. Tehát úgy gondolom, hogy ez az új kompetencia alapú tanárképzés legalábbis reményeink szerint sokkal inkább fölkészít a tanári professzióra, mint a régi képzés. Még egy dolgot szerettem volna mondani, hogy nálunk ugye külön van tanítóképzés alsó tagozatra, felső tagozatra, valamint a középiskolai testnevelésre, és gyakorlatilag elvileg ez jól működik. Elvileg ez jól működik, a gyakorlatban ott még vannak döccenők. Itt még igazából azt hiszem elsősorban az infrastruktúra az, ami akadályozza azt, hogy ez az egymásra épülés, tehát az azonos gondolat, az azonos követelmi rendszer évszakok vagy életkori szakaszokra lebontva, ez megvalósuljon. Köszönöm szépen, Mocsai tanár úr. Egy nagyon rövid reflexió. Az első dolog az, hogy amit tervezünk a képzésben, a tanárnő által elmondott iskolával való napi kapcsolat és ahogy előre halad a tanárképzés, egyre mélyebb ismeretek és a gyerekkel való találkozás, és van túlmenői gyakorlat. A második dolog, amit tervezünk, hogy a Magyarországon a napi testneveléssel, a meg a kialakult sportági akadémiákkal való, úgynevezett klinikumba való találkozás, mind az edzőkkel, mind a testnevelő tanárokkal, mind pedig lenne a gyerekekkel. Magyarul a képzésünkben óriási lehetőséget szeretnénk adni, hogy ezeken a területeken nem csak az elméleti, hanem a gyakorlatban a gyerekkel való bánásmód, az ott lévő minőségi szakmai munka is megvalósulhatja. Ez az egyik, a másik, ami válaszom, hogy a módszertanban, a szakmai kompetenciánkban természetesen arra gondoltunk, hogy a tanárképzéshez szükséges minden olyan területtel megismerkedjenek, amelyek a képzéshez szükséges, tehát ebben benne van, amire a kollega is gondolt. A harmadik dolog pedig nagyon lényegesnek tartjuk, hogy a tanárképző intézmény meg a kikerülő fiatalok, persze nem élsportolók, ez nem cél, de rendelkezzenek olyan képességekkel, amit ugye már a sporttal való együttlétésből például a francia sportminiszter saját gazdasági vállalkozásait csak magasan kvalifikált sportemberek képességeire építi. Önbizalom, önmegvalósítási képesség, a társadalomban elvárt feszültség nyomás alatti teljesítés, a megfelelő állóképességi érzelmi intelligencia, a megküzdő képesség, mind-mind, amely az élet során azért a gyerekeinkre vál. Mi nem vagyunk olyan jó helyzetben, Magyarország 20-30 éves lemaradást próbál jelenleg ledolgozni úgy, hogy a fizikai állapot a nemzetnek 30%-kal rosszabb, mint Nyugat-Európáért. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a lépést megtegyük, és ugye mindig úgy gondolják az emberek, ahogy elhangzott, hogy az utolsó két vagy három gyerekkel kell szembenézni. Azt gondolom, egy pedagógiai jó fölkészült testnevelő ezt egy külön fejlesztési rendszerrel, módszerrel megoldja. Nem különben matematikából, fizikából, hogy oldják meg a lemaradó gyereknek a kompetenciáit? Konzekvensen, korrekten és megfelelő pedagógikummal.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok témát érintettünk, és igazából kérdéseket tettünk föl, viszont a szekciónak lassan vége, így zárnunk kell. Egy olyan irányú kérdést szeretnék föltenni, hogy itt beszéltünk kompetencia alapú képzésről, ami a felsőoktatást is jelenti, beszéltünk gyakorlatorientált képzésről, tehát hogy legyenek alkalmasak az iskolából, az egyetemről kikerülő végzett tanárok arra, hogy tanítsanak. Tudjuk azt is, hogy egyébként nagyon sok kompetenciát, képességet megszereznek, de valószínű, hogy tanárra, igazi tanárra a gyakorlatba fognak válni. Egyrészt, hogy hogyan, miként tudjuk hatékonyan követni és segíteni az ő munkájukat, erre esetleg néhány iránt, hogyha tudnának mondani, illetve azt, hogy rendkívül gyorsan változik az a környezet, az a tanítási környezet, amiben a tanároknak dolgozni, hogy miként tud és milyen hatékonyan tud reflektálni mondjuk az egyetemi képzés, a tanárképzés ezekre. Gondolok itt például a NetFit rendszer bevezetésére, ugye, amit hazánkban volt, és egyéb más területekre. Tudjuk azt, és önök is említették, hogy nagyon sok tradícióval, hagyományal rendelkeznek ezeket az egyetemek, tehát a tradíciók és a hagyományok mellett ezek az újdonságok hogyan tudnak megjelenni, és akkor arra kérnék mindenkit, hogy röviden, és akkor menjünk körbe. Yes, okay. So I believe this is a great issue, because, for example, when you develop or you revise the curriculum and you change some content or the standards or other things in the curricular documents, and you implement that in school, so you need to wait for a certain time to have it at the universities and then to prepare it in the pre-service training, the future teachers. So the question is how this can be achieved, that the future teachers are prepared in accordance with, for example, the new curricular contents. And the other thing is how, for example, the future teachers or the teachers in practice, they want to implement and they want to be really associated or more adopted with the new curricular documents, because as said, we've got the in-service training afterwards where the teachers can really adapt the other new things or new standards or new curricular issues. But the question is whether they want to do it, and if they do that, is there an evaluation or control to check that whether in practice it has been changed or not? So we've got the policy or we've got inspections who are supposed to do that, but as mentioned today, we still believe that there are some problems with understanding the correct or the problems in physical education, where we believe that not only the outcomes or only the results are important, but also the process. So altogether, I think that in Slovakia we still have the problem of moving to understanding the new curricular documents, especially a health-oriented curriculum, and after or in-service training can help us, but it's still not working that well as it should be. So. Thank you, yes. Professor Klaus. I believe that the policies of each country and each university make that each program is different. But of course, I believe also that each program proposed to the student to have field practice, teaching field practice, and they can begin early or late and so on, but they need to have practice. And I trust in progressive in a progression of these experiments in order to not have a shock because they are not used to teach, then they need to go slowly and improve their experience there. Of course, they need to be supported by their master teacher, by the supervisors, and to come back to the university to speak together with the older students and to share the experience, and now also to develop their own solution to the problems that they encountered. Well, I believe that one thing that we need to do at the moment, because these students didn't have the experience, they didn't experience physical education like we try to teach them, then it's important for them to receive to have seminars, to have additional discussions with the supervisor together in order to know how to implement this physical activity promotion mission
that we are asking them now, because they are coming from another background. They had another background, and now they need to build something new, and it's difficult. And sometimes you are building this new background, a new context with them. Thank you, Professor Hanke. I believe one important task for future PE teachers is that they have to be aware that in order to activate children to be more active from the health perspective, they cannot do it with PE classes alone. They have to be more active in involving parents and families. And I have 5 children. That means that I've probably attended 150 parent-teacher meetings in schools. And I only remember 3 times that one of the teachers mentioned anything about physical education. So PE teachers, they don't go into the evenings and inform parents about how important physical education is. They don't have special evenings. They don't give, I can ask all the teachers here, do you give homework in physical education? Why don't you give homework? There are so many things that students can do at home with homework, but that you have to convince the parents that they control the homeworks, like especially in fitness. It's the time that you have in school to improve your strength or your endurance is too short. You have to give them homework, and parents have to control that they are running, that they are doing push-ups or pull-ups or whatnot, or sit-ups. All these things can be done at home, but you need the support of the parents. And from my experience, this is done much too little, that teachers don't take this PE teachers don't take this responsibility to motivate parents. And we have figures, just very new figures that are 2 months old from Germany, that from about 8,000 children that are interviewed, or their parents when they're younger, that about 80% of the children are saying that they're doing some kind of sport a week. They're not meeting the 60 minutes a day standard from the WHO, but they're doing some kind of sport, and 70%, not like in the Netherlands, 70% are members in sport clubs, boys, a little less for the girls. So we do have an active group, but we are losing the social lower class students. So the students that have problems in schools, that are coming from families that are not very concerned about education, remote from education, we call them, usually are also remote from movement education. And it is this family background in this social class that are not very active. And when I ask students, what do you think, why they are not members in clubs? The first answer always is, well, this is the money. And then I ask them, how much do they spend on PlayStation and on smartphones? That's 10 times what it costs to be a member in a sports club. But for this, these families have the money, but they don't have the money to send their children in sports clubs. And of course, because we have a congruency, things that you need to be good in sport are the same things that you need to be good in school. Regularity, taking proper aims, dealing with defeat, and all these things that you need to be good in school and to finish school are the same things that you need to be good in sport, in a club, in competition, and so on. So this is a coincidence that occurs in Germany, at least we have the data, in the groups that are dominated by people with migrating backgrounds. Of course, we know this, but this is something that we have to work on in our country. Thank you very much. Récsági tanárnő? Itt szeretnék belekapaszkodni abban a mondatban, hogy a testnevelő tanárok nem jelennek meg a szülő értekezleten. Hát erre utaltam azzal, hogy itt értéktudatosságot kell kialakítani. Tehát így mondta egy kedvenc tanárom, hogy verbálisan is sportszakembereknek kell tudnunk lenni, mert ebben az esetben tudjuk hitelesen képviselni magunkat. Pedagógusok, a pedagógus társadalomba, a gyerekek és a szüleik előtt. Ez rendkívül fontos. A tanítási gyakorlatokra visszatérve nálunk vezető tanár segítségével történik, szervezetten, konkrét programok alapján,
mind a csoportos tanítási gyakorlat, mind az egyéves tanítási gyakorlat. És összefoglalva, miután minőségi testről van szó is, pedagógus képzésről, azért a jó testnevelő tanárképzésnek vannak olyan neurológikus pontjai, amit változtatni kell a minőségi testnevelő tanárképzés, vagy a testnevelés szempontjából. Az egyik az, amire utaltam, ez a bizonyos tudatosság, az, hogy intellektuálisan magasabb szintre kell emelni a testnevelő tanároknak a képességeit, egy az egyik. A másik a módszertani kultúra. Tehát a minőségi testnevelésből fakadó követelményeknek egy megújított módszertani kultúrával tudunk megfelelni. A három, ami nagyon-nagyon fontos, és ne feledkezzünk meg róla. A sajátos nevelési igényű tanulóknak igazából a nevelésére nincsenek fölkészítve a testnevelő tanárok. És nincsenek fölkészítve a testnevelő tanárok a multikulturális csoportoknak a nevelésére. És itt nyugodtan kimondhatom azt, hogy a romák egészen másfajta kultúrát képviselnek, és nekik az ő kultúrájukhoz kéne valamilyen csatornákon kapcsolódnunk, mert tragikus közöttük a testnevelés oktatása. És van még egy réteg, az pedig a szakmunkás képzők rétege, ahol szintén nagyon komoly problémák vannak, és ezekre igazából nem készít fel a testnevelő tanár képzés. Tehát ezekre a rendkívül fontos kérdésekre oda kéne figyelnünk, mert pont nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy részesüljenek azokba az értékekbe, amit egyébként egy értelmiségi család, egy normális értékvilágú család egyébként is tud a gyerekei számára biztosítani. Köszönöm szépen, Mocsai tanár úr. Én azt gondolom, hogy a magyar lehetőségek jelen pillanatban Európában is egyedülállók, hiszen a gyerekkel való foglalkozás, a sport, a testnevelés viszonylatában a napi testnevelésen belül fölmenő rendszerben meg fog valósulni. Rendkívül fontos, hogy a van érték, itt van egy 1400 fős tanulmány, ahol a gyerek gerinc tért, boka instabilitása, túlsúlya, alulképzettsége a koordinációs rendszerben, tehát a koordinatív kompetenciákban borzasztóan hullámzó értéket mutat, tehát a testnevelő tanárokat föl kell készítenünk arra, hogy az egyes korosztályokhoz való megfelelő taxatív értékeket, tehát a nyomon követése a fejlődésnek, másrészt a hozzávaló pedagógiai módszertant, harmadszorra azokat a élettani paramétereket és pedagógiai paramétereket tudniuk kell, amivel a fejlesztés lehetséges egyáltalán. Ezen kívül borzasztó fontossá válik, itt mindenki szájából elhangzott, de rendkívül rossz irányba tolódik el a külső és a belső motiváció aránya. Jelentősen a magyar fiataloknál meg kell növelni a belső motivációt, amely a mozgáskészség, a mozgáskoordináció, a mozgáskompetenciák és a kognitív területtel és érzelmi területtel való párhuzamos fejlődési irányvonalat jelentenek, és rendkívül fontos, hogy az egyes korcsoportokra, iskolai rendszerekre, ahogy a tanárnő elmondta, megfelelő minősítésű testnevelő tanárokkal rendelkezzünk, és befejezésként a folyamatos tanulás mellett a folyamatos továbbképzést, amely alapvető feladatunk Magyarországon, hogy a legújabb módszerek, a tanuláshoz szükséges olyan jellegű ismeretek, amely nélkül nem lehet fejlődni, napra készenek legyenek a magyar testnevelésben. Köszönöm szépen. Yes. Thank you. Maybe we should think about something. In the previous panel, we spoke about motivation of the children, of the adolescent. When we are speaking about teacher education, pre-service or in-service education, we should think also about motivation. Then when we are preparing future teachers, we need to focus our attention on achievement, autonomy, relatedness, and pleasure. And it will be the ingredients, the mixture to achieve an intrinsic motivation and make intrinsic motivated physical education teachers. We need this because to change the world, they need to have a passion, and this passion is to deliver a quality physical education.
Thank you very much. Azt látom, hogy a hozzászólásokból is, hogy a téma az rendkívül összetett, és nagyon sok olyan terület van, amiben esetleg közösen tudunk gondolkodni, illetve a jövőben még hasznos értekezéseket lehet folytatni. Kérdezném a közönséget, hogy van esetleg valakinek hozzászólása, véleménye. Ebben az esetben nagyon szépen köszönöm a résztvevőknek, hogy eljöttek, és nagyon értékes és hasznos gondolatokat mondtak a tanárképzésről. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben még fogunk tudni találkozni, és közösen tudjuk fejleszteni ezt a területet. Köszönöm szépen!